Én azt hiszem, de nem vagyok egész biztos benne, hogy egy televízió állomásnak, egy kitalált televízió állomásnak a produkciós igazgatóját, vagy menedzserét, ezt sose tudom, hogy ez hogy van, valami ilyesmit játszik. Egy nagy gazembert, aki a főhősnek a barátja, és megpróbálja terelgetni a főhőst, a Rudolf Péter által játszott főhőst abba az irányba, hogy ő ezt a rendkívül bonyolult, bosszúálló tevékenységét a Borsai nevű, a Bajor Imre által játszott Borsai nevű rendezővel szemben megtegye. Az eredetit nem is láttam, de az a tapasztalatom nekem, hogy ezek a úgynevezett remake-ek, legalábbis a Magyarországon készülő remake-ek, ezek nagyon megváltoznak. Tehát nem, alig tudsz az előzőből valamit levenni, tehát nem fontos, hogy meg. Ez egy másik film. Egy szoknya, egy nadrág az a címe, de ez egy másik játék.